Tombolnak az erdőtüzek a kánikulában. Oroszország déli részén 14 ezer hektáron égett az erdő, és az Egyesült Államokban is több helyen lángra kapott az erdő. Kanadában pedig a szokatlanul magas 45 fokos hőmérsékletben tönkrement a termés jelentős része. Előzönlötték az emberek a vízpartokat az orosz főváros környékén. A moszkvaiakat még a fürdőzést tiltó táblák sem tartották vissza, ugyanis a városban és környékén ismét megközelítette a 35 fokot a hőmérséklet, ami 10 fokkal magasabb az ilyenkor szokásosnál. Aki csak tehette, víz közelében próbált felfrissülni a tikkasztó hőségben. Ha a vízparton vagy, vagy strandolsz, akkor nagyon jó minden. Ha Moszkvában a beton dzsungelben, a füllett lakásokban tartózkodsz, akkor viszont nagyon nehéz kivírni. Na ezért ekkora a tömeg a strandon. Az emberek ide menekülnek a városból, mondta az egyik moszkvai strandoló. A hirtelen jött oroszországi felmelegedés azonban nem mindenhol mutatta a szebbik arcát. A régóta tartó szárazság miatt csak nem 14 ezer hektáron égett az erdő a Cseljabinszki régióban. A tűz lakott területekre is átterjedt. Az ott élők többsége elmenekült, egy 78 éves férfi viszont életét vesztette, mert a felszólítás ellenére nem volt hajlandó elhagyni az otthonát. Kanada nyugati részén, Brit-Kolumbiában elszenesedtek és megégtek a málna ültetvények, miután egy napokon át tartó hőhullám érte el a térséget. Voltak olyan napok, amikor a maximum hőmérséklet megközelítette az 50 fokot is. Nagyapám a 70-es évek elejétől gazdálkodik, de még soha nem tapasztalt ilyet. A jó minőségű gyümölcseinket most nem tudjuk a piacra vinni, mert alig maradt valami. Amit pedig esetleg el tudunk adni, azt is kénytelenek leszünk olcsóbban. Panaszolta az egyik málna farm tulajdonosa, aki úgy számol, hogy az idei termés több mint 60%-a odaveszett a pusztító forróságban. A hosszantartó, brutális hőség nem csak a mezőgazdaságban okozott problémát. Kutatók becslései szerint több mint 1 milliárd tengeri állat vesztette életét a napokon át tartó rekordmelegben. Így komoly veszélybe került a tengerparti, főleg kagylóhalászatra támaszkodó gazdaság is. Az Egyesült Államokat sem kíméli a hőség. Kalifornia államban a hetek óta tartó hőhullámok és a szárazság miatt ismét erdőtüzek pusztítanak. A hatóságok éjt-nappallá téve próbálják megfékezni a gyorsan terjedő lángokat. A munkát nehezíti az elviselhetetlen hőség és a szél is. Kalifornia és Nevada állam határán egy falut teljesen ki kellett üríteni. A hatóságok szerint ugyanis félő, hogy a gyorsan terjedő tűz eléri a települést is. A világ egyik legszárazabb és legforróbb helyén, a Death Valley Nemzeti Parkban is rekordmeleget mérnek. Napok óta 54 fokot mutatnak a hőmérők, és az előrejelzések szerint a napokban akár még melegebb is lehet a térségben.